Üdvözlöm a kedves közönséget! A mai epizód állati lesz. Azt csiripelik a madarak, sok vicces válasz érkezett. Remélem többször is mosolyt fakasztanak szátokra. Elég is volt ennyi cicózás, kezdjünk bele! Van kedvenc állatod? Kedvenc állatom a cica. Ezen felül szeretem a kutyákat is. Közülük a kedvencem a Shiba, illetve a német juhász. A Shiba gyakorlatilag internetes mémmé nőtte ki magát. Aki nem tudja, miről beszélek, nézzen utána. Ezen felül szeretem a két emeletes szamár-lajhár elefánt keveréket is. Imádom a kutyákat, nekem a kutya a kedvenc állatom. Kutya, mindig is, az örök kedvenc állatom a kutya. Igazából érdekes, hogy nekem pont azok az állatok a kedvenceim, amiktől az emberek igazából félnek. Tehát nekem a hüllők az első számú kedvenceim, és nem tudom, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy én nem Ádám és Éva gyermeke vagyok, hanem a sátáné, de kifejezetten szeretem a kígyókat, és azokat mondanám én kedvenc állatnak. Szerintem senki nem fog meglepődni, ha azt mondom dinnye. Azaz kutya. Régen biztos azt mondtam volna, hogy a nyuszi, de az már régen volt. Most úgy igazán nincs kedvencem, amit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon cuki, az a vörös panda. Nincsen, de szerintem soha nem is volt. Emlékszem, egy kisgyereknek kell, hogy legyen kedvenc színe, kedvenc száma, kedvenc állata, meg minden ilyesmi. De ez engem mindig is frusztrált, mert nekem nem volt kedvenc állatom. Nem tudtam előhozakodni semmivel. Hát néha azt mondtam, hogy a lovak, mert az olyan menőnek tűnt, de egyébként nem tudom, nincsen kitüntetett állat. Hát nincs kiemelten így kedvenc állatom. Sok állatot szeretek, például ilyenek a medvék, fekete pálducok, stb. És sok olyan állat van, ami már megjelenésével tiszteletet parancsol. Így csípem őket, de még az olyanokat is, amelyektől sok ember irtózik. Ez most komolyan érdekel valakit a világon? Igazából engem sem nagyon érdekel, mi a kedvenc állatom. A lajhár, mert ellenállhatatlanul aranyos és egy csepp rossz indulat sincs bennük. Igazából nincs, sőt, mondhatom azt, sosem volt. Talán régen azt mondtam volna, hogy így a skorpió, az úgy jól néz ki, de nem mondanám, hogy van kedvenc állatom. Nem szeretek kedvenceket kijelölni alapból, mivel sok nagyon jó dolog van, mondjuk az állatok kategóriában is. Félsz valamelyik állattól? Igazán nem félek egy állattól sem, viszont tartok a háromfejű, vérengző, csápos kutyáktól, illetve az ilyen hatalmas, nagy, pókszerű állatoktól, amik rengetegen jönnek feléd, és nem tudod közben eldönteni, hogy most lőj, vagy fuss, mint a hülye. Hát félni nem félek, viszont utálom a csótányokat, de a csótányoktól én komolyan mondom, agyhúgykövet tudnék kapni. Egyszer azt álmodtam, hogy a párnám alatt egy 50 centis csótány van, és kiugrottam az ágyba, és úristen, hihetetlen volt. Hát úgy konkrétan nem félek állatoktól, de mondjuk, ha egy oroszlán vagy egy leopárd szaladna felém, semmi közepén, attól azért beszarnék egy kicsit. Nálam a bogár üti ki a biztosítékot. Vannak olyanok, amiket már megszoktam, például a molylepkétől már nem félek, de volt már olyan is, hogy egy hangyától kiakadtam. Legjobban a bogarak között is inkább ezek a nyálkás, több darabos, mint a százlábú meg ezek. Ezektől ki tudok akadni. A méhecske állatnak számít? Hát félni igazság szerint. Körülbelül a macskát leszámítva minden állattól félek. Mert megharap, kutya esetében megugat, rámugrik, meg nem tudom. Én mindentől és mindenkitől félek eleinte. Hát voltak kellemetlen élményeim darazsakkal, ez tény, azoktól tartok egy kicsit, de ez szerintem egyáltalán nem kóros. Korábban elég bizonytalan voltam kutyák közelében, de amióta van kutyám, és rajta keresztül nagyon sok másik kutyával találkozom, azóta ez a tartás teljesen megszűnt. Nincsenek fóbiáim, semmelyik állattól sem, de mivel butha vagyok, ugye? Ha lenne ilyen problémám, akkor is megpróbálnám kezelni eme lelki ügyemet, és már is elmúlna. Ok nélkül nem szoktam semmitől sem félni, az más kérdés, hogy vannak olyan állatok, amelyektől nem árt tartani. Például nem szívesen ugranék be egy tigrishez az állatkertben, hogy megsimkathassam meg ilyenek. A tyúktól, ami igazából kakas.
Nem nevezhető félelemnek, de nem vagyok éppenséggel a kígyók és a pókok nagy barátja. Igen, attól, amelyik támad. Egyébként nem féltem sosem egy konkrét fajtól sem, legfeljebb undorodtam. A csótányokhoz speciál, sajnos volt időm hozzászokni. Milyen házi állat volt, van, vagy miért szeretnél? Van macska, kutya, ja, kb. Ennyi. Meg egy lajhár a padláson, aki állandóan azzal fenyeget, hogy megerőszakol. Most úgy néz ki, hogy tudok szerválni egyet, mégpedig egy kutyullót. Egy Golden Retriever szeretnék, viszont én nagyon szeretem a kígyókat is például, viszont anyukám utálja őket, ő konkrétan falra mászik tőlük. Van házi állatom, egy kutya, egy beagle, Roninak hívják, bár elég idős szegény. Nekem kb. 3/4 évig volt egy macskám, de végül úgy döntöttünk, mivel nem egyedül tartottam, hogy eladjuk a volt gazdájának, aki szívesen vette. Ha most lehetne háziállatot választanom, az biztos nem ilyen nagy darab állat lenne, hanem ketreces vagy terráriumos állat. Mint mondtam, a hüllők a kedvenceim, nyilván valami hüllőben gondolkodnék elsősorban, például egy siklót vagy ilyesmit szívesen látnék, vagy egy gyíkot, kaméleont, akár ékszerteknőst, de még akár, hogyha nagyon olyanom van, még egy óriásigát is el tudnék fogadni, bár akkor inkább valami pocok vagy ilyesmi. A nagy állatok közül meg egyértelműen a zsiráf. Hát van egy félszemű macskám, és jó jönne mellé egy félszemű kutya is. Van két cicám, meg már volt sok, csak valami mindig történik velük, illetve volt egy kutyám, de ő meg meghalt. Így is egyebet nem nagyon szeretnék. Hát van egy másfél éves kutyám, a fajtája vagy Moody, vagy valami keverék, amiben nagyon sok Moody van. Olyan kutyát szerettem volna, aminek a mozgási igénye elég hasonló az enyémhez. Jól tanítható, nem túl kicsi, nem túl nagy. Kumisz, mert hogy ez a neve, nekem egy igazi főnyeremény. A munkahelyemben egyébként van egy patkányunk, de ez lehet, hogy a velejárója annak, hogyha az ember biológusokkal dolgozik egy irodában. Van több állatunk is nekem, meg a kedvesemnek. Van egy pitbull kutyánk, egy sülünk, egy pókunk és egy gőténk, szóval lassan nyithatunk egy ilyen kis állatkertet is. Több állatot egyelőre nem tervezünk, mert így is elég már. Hát ha beugrik ide egy őz vagy valami, akkor momentán van, de saját magának kell ellátnia magát. Saját magának kell lemenni a Tesco-ba bevásárolni, mert én nem fogok neki. Van egy jó 12 éves ékszerteknősöm, aki még ennyi év után sem bízik meg bennem. Gyermekkoromban talán volt olyan, hogy kineveztem egy-egy állatot sajátomnak. Persze nem úgy volt, viszont a jövőben nem is szeretnék. Ha esetleg valakinek környezetemben van, azt nem bánom, sőt, ha kell, gondját is látom, de épp eléggé lekötöm magam ahhoz, hogy ne akarjak még egy felelősséget behozni az életembe. Ha tetszett a videó, küldjetek egy tetsziket, és ha szeretnétek az új részekről értesülni, iratkozzatok fel a csatornámra. Komment formájában pedig ti is elmondhatjátok a véleményeteket, tapasztalataitokat erről a témáról.